Megkezdted a munkát új csapatoddal, a Győrrel. Mesélj, légy szíves, hogy érzed itt magad két hét után? Nagyon jól érzem magam. Nagyon izgultam az első találkozásnál. Aztán a Csibével beszélgettünk, hogy ne izguljak. Jön az edzőtábor, majd ott minden gyorsan történik, és jó lesz. És pont mondtam neki, hogy ettől izgulok, hogy egy hétig egy úgymond idegen csapattal egy helyen leszek. De az edzőtáborban igaza volt, és nem tudok olyan lányt mondani, csapattagot, akivel nem beszéltem volna. Akkor Csibe segít a legtöbbet egyébként a beilleszkedésben? Vagy most már a többiek is? Hát az elején persze neki írtam, hogyha esetleg probléma volt, de ez talán egy vagy két alkalom volt. Utána az edzőtáborban ugye az apartmanban a két magyar balszélsővel voltam együtt, meg a Laurával, és onnantól kezdve már, hogyha kérdésem volt, akkor tőlük is kérdeztem, és de hát hál' Isten feltalálom magam, szóval annyira nincs nagy szükségem segítségre. Danyi Gáborra milyen együtt dolgozni? Nem annyira új a dolog, hiszen utánpótlás válogatottban már voltunk együtt. Azért mégse ugyanolyan, mint a Fradiba, de eddig csak pozitív gondolataim, meg érzéseim vannak. Nagyon jól érzem magam tényleg, az edzések is nagyon jók, aztán majd meglátjuk. Még mindig bánt egy kicsit, hogy nem sikerült ugye normálisan elbúcsúznunk, hiszen lefújták a bajnokságot, vagy most már túl van ezen? Szerintem egész életemben bánni fogom, vagy bántani fog ez a dolog. Azért 10 év az 10 év. Szerettem volna egy utolsó mérkőzést a csajokkal, a szurkolókkal. Sajnos az élet úgy hozta, hogy ez elmaradt. Visszacsinálni már nem tudjuk. Nagyon sajnálom tényleg, hogy ez így történt, de megy tovább az élet. Szurkoltok, kapsz még pozitív-negatív üzeneteket, vagy most már leálltak? Szerintem túltették már magukat ezen a dolgon. Nem kapok már se pozitív, se negatívat. Esetleg nagyon ritkán pozitív üzeneteket, de most már ez elmúlt. Azért várod a Fradi elleni meccset? Ugye nem sokára edző meccsen is augusztusban megmérkőzhettek már egymással, még a bajnokság előtt. Igen, láttam a programunkat. Nem tudom, hogy milyen érzések lesznek bennem, hiszen oda jártam haza 10 évig, és most oda megyek egy másik csapattal, akik az új otthonom. Hát kíváncsi vagyok, milyen lesz. Nyilván nem titkolt cél, hogy BL-t szeretnél nyerni azért is, hogy itt Győrben. Nemrég meg volt a sorsolás, és mit gondolsz? Egyelőre annyira még nem foglalkoztam ezzel, hiszen most nekem az elsődleges az, hogy beilleszkedjek, meg hogy visszajön a labdás mozgás. De persze beszélgettük róla a csajokkal. Hát szeretnénk a csoportból első vagy másodikként azért tovább kerülni. Úgy érzem, hogy az nem lehetetlen, és nagyon remélem, hogy a következő Final Fouron már én is játszhatok.